Köszöntöm kedves nézőinket, közéleti magazinunkat, a Fámát látják. Mai műsorunkban kétszer is gasztronómiai utazásra indulunk, bemutatjuk a Playback Színház rendezdát projektjét, és megnézzük az ősszápa fogát a Természettudományi Múzeumban. Tartsanak velünk! Kezdjük egy gasztronómiai ajánlattal. Sokan kíváncsian várták, hogy mi fog nyílni a Széchenyi tér sarkán, a korábbi gyorsétterem helyén. Nemrég megnyitott a kapuit a főtér, ahová mi is ellátogattunk, és a szakmai vezetővel, Mikes Márkkal beszélgettünk. Az már belépéskor látszik, hogy a főtér bor kínálata nem csekély, de ahogy a műfaj meghatározása is jelzi, nem csak borbárról van szó. Sokféle kávé és étel különlegességgel is találkozhatunk a borbáris kávézóban. A profilunk bor és kávéház. Elsősorban a bor kultúrára építjük a koncepciót, a profilunkat, ami természetesen azért este történik a vendégek asztalán, prezentál a vendégek asztalára. Napközben pedig egy kávézóként, egy kávéházként üzemelünk, ami nem is feltétlenül csak a kávékról szól, hanem egyfajta olyan közösségi térként, egy találkozó helyként működik, amely mindenkié. Tehát mi nem feltétlenül csak a vendéglátásban szeretnénk itt nyomot hagyni, hanem egy olyan attitűdöt szeretnénk a vendégek felé közvetíteni, hogy ez mindenki lehessen. Tehát bárki bejöhessen ide, és ne feltétlenül kelljen itt egy italap és egy étlap megfogásával feltétlenül fogyasztani, hanem be lehessen ülni akár zenét hallgatni, be lehessen ülni akár újságot olvasni, be lehessen ülni akár egy jó beszélgetésre, és természetesen emellé pedig minőségi italokat és minőségi ételeket tudunk kínálni. Tehát mindenki legyen a tér, ha internetezni szeretné, vagy tanulni, az a fiú például minden áldott nap itt tanul egy kóla mellett. Örömmel látjuk és törzs vendégünk. Bár exkluzív termékeket is fogyaszthatunk, nem csak a felső középosztály a célközönség. Azt gondolom, hogy a magyar ember igényes. És ez nem azt jelenti, hogy az exkluzivitásnak mindenáron egy magas árkategóriával kell párosulni. Igényesek vagyunk, de árérzékenyek vagyunk. Mindannyian jó árértékarányú dolgokat keresünk, mind az ételek, mind az italok terén, mind pedig az élet egyéb területein szerintem. Tehát fontos az, hogy itt is igényesen hajtsuk végre a munkánkat, igényes dolgokat teremtsünk a vendégasztalánál, és ezt mindezt elérhető áron. A főtér egyik fő profia tehát a kávé, világos és sötét pörkölésű kávékból a trendi kávéitalok bármelyikét kérhetjük. A másik fő profil pedig a bor, amiből, mint ahogy kezdtük is, szintén óriási a választék. Én szomeliéként azt gondolom, hogy egy fantasztikus nagy dolog, hogy egy olyan borbárban kaptam szerepet, vagy vállaltam szerepet, ahol azért este hatalmas örömmel tudom azt látni, hogy azt nézni a vendégek asztalánál, hogy mindenki borozik. Tehát valami szenzációs. Sokat járok fesztiválokra, csináltam is annak idején fesztiválokat, és nyilván a fesztivál, a borfesztiválnak a kultúrája az egy szenzációs dolog. De az, hogy ezt éttermi szinten minden este itt látom, az valami elképesztően nagy élmény számomra. Sokan boroznak, sokan jönnek a borok miatt, és pont emiatt Egy csodálatos érzés az, hogy a borkultúra olyan szinten van, hogy ez nem is egy opcionális dolog, hogy bor vagy sör, vagy üdítő vagy bor, hanem az kivételnék, hogy mindenki borozik este. Nagyon-nagyon komoly százalékban széles borkínálatunk van, jelen pillanatban 35 féle bor nyitunk. Céljuk, hogy ez a kínálat 300 féle borra növekedjen május elejére, és ebből a kínálatból mindig változtatva 40 félét folyamatosan bontanának az ország bortermő vidékeit felölelve. A bor és kávé mellett nem elhanyagolható az ételkínálat sem. Étlapot úgy találtam ki, hogy snack, úgymond ilyen snack étlap legyen, de ez nem azt jelenti, hogy elintézzük egy szelet kenyérrel, amit megsütünk, vagy egy szendvicssel, hanem jó magam is azért a gasztronómiában valamilyen szinten jártas illetőként kialakítottam, illetve megteremtettem egy olyan snack étlapot, ami szerintem nagyon-nagyon igényes, nagyon minőségi alapanyagokra épül. Az olivatálon négyféle oliva bogyó található, különböző a világ különböző pontjairól, extra olívaolaj, illetve egy kis kenyérkével mondjuk lehet dunkolni mondjuk az olajat. És ez az alap sajtok, Franciaország, Olaszország, Magyarország helyi termelő sajtjait tudjuk bemutatni, vannak minőségi szendvicseink, de amire nagyon büszkék vagyunk, az egyrészt ugye a
elődünk miatt is, másrészt pedig nagy kedvelője vagyok a burgernek. Van egy fantasztikus hamburgerünk, amihez minden egyes alapanyag gyakorlatilag itt készül, a hamburger bucitól kezdve, egészen a húspogácsa, ami természetesen úgy készül itt, hogy egy saját birtokról származó, különleges eredetvédett marháink által adott különleges húst tudunk itt beletenni, feldolgozni. A burger és snack ételek mellett már finom reggelivel is várják a vendégeket minden reggel 7 órától. A minőségi kínálat dacára nem feltétlen ezek miatt lehet vonzó számunkra a főtér. Mikes Márk és csapata úgy tekint a munkahelyére, mintha saját otthonában látna vendégül minket. Nincs olyan vendég, aki csak kiszolgálunk. Mi vendégül látjuk a vendéget. Erre koncentrálunk, és ez a jövő szerintem. Az már alap, hogy jó italt és jó ételt adunk. Hogyha ez meg van teremtve, akkor azt gondolom, hogy megtettük azt a minimálisat, ami egy étteremről szól. De a vendéglátás, a nagybetűs vendéglátás, na, az egy komolyabb dolog. Na most ezt a nagybetűs vendéglátást szeretnénk ide behozni, úgy, hogy itt a vendég ne egy kiszolgálást kapjon, hanem egy vendéglátást kapjon. Ezt az érzést kapja, hogy itt bizony vendégül van látva. Mindannyian találkoztunk már megkövült csigaházakkal, miket oda se figyelve odébb rúgtunk, pedig lehet, hogy egy több 10 millió éves ősmaradvány volt. Ilyen apró szépségektől kezdve a hatalmas ősszarvas vagy cápa csontjaival is találkozhatunk a Természettudományi Múzeum Kövekbe rejtett múlt című tárlatán. Ez éppen a pleisztocén jégkorszakban élt ősszarvas koponyájának egy darabja, kiegészítve a valószínűsíthető agancsokkal. Ez és a tárlat többi darabja is a környékbeli ásatásokon kerültek elő. Láthatóak a 2008-as Kozár Michelin melletti ásatások eredményei, de zóki ásatások során felszínre kerülő ősmaradványok, illetve egyéb mecseki és korábbi feltárások leletei is. Van egy olyan szenzációs leletegyüttes a múzeum tulajdonában, amely 1928-ban szintén egy fiatal mamut leletről szól. Riemer László találta meg és dolgozta fel ezt a leletanyagot, és ennek a nagy része itt találta a múzeumban. Kicsit ilyen elfeledett állapotban van, úgyhogy ennek apropóján kezdtünk el a kiállítás összeállítását, és akkor nem csak egy pleisztocén, nem csak egy szűk fiatal korszaknak a bemutatása történik meg, hanem tulajdonképpen a földtörténet kezdetétől, amióta tudunk éppen ősmaradványokat a környékről, onnantól egészen tulajdonképpen szinte napjainkig összefoglaltuk ezt az ősmaradványos történetet. A kistengeri élőlények maradványaitól kezdve a látványosabb nagy csontokig, cápafogak és agyarakig rengeteg érdekességet bemutat a tárlat. Az első hüllő lelet, ami tulajdonképpen egy láblenyomat, az pontosan Mecsekben került elő, itt Pécs mellett, a vasasi külfejtésben 1966-ban, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy egy másik apropó, hiszen 50 éve került elő, egy újabb indok, amiért éppenség ez a kiállítás összeállhatott. Ami feltűnő volt, és szintén tulajdonképpen érdemes vele foglalkozni, mert hogy a legújabb hüllőleletek pontosan a Villányi hegységből tőlünk nem messze kerültek elő 2012-ben, mégpedig az Egyetem, illetve a Földrajzi Intézet egyik doktorandusza találta meg a kutató munkája közben. Ennek az az érdekessége, hogy az ősi Attila féle iharkuti dinoszaurusz leletek után valószínűleg ez lett az első vagy a második olyan lelőhely, ahonnan szisztematikusan lehet gyűjteni majd a hüllő maradványokat, hüllő csontokat. A látványos csontok ősmaradványok között tablók segítenek eligazodni az évmilliókkal korábban létezett világban. A tablók végigvezetnek bennünket a földtörténeten, és a földtörténeten keresztül az élővilág fejlődésén. Ahogyan belépünk a kiállítási térbe, úgy elénk távol egy térkép, ahol a környéknek a jellemző kiragadott fosziliái láthatók a megfelelő adott helyre beillesztve, és onnantól kezdve megismerhetjük azt, hogy mi az a fosszília, hogyan képződik, hogyan illik be a föld történetben, hogyan vezet bennünket keresztül mondjuk egy fosszília, pontosabban az élővilág fejlődése a föld történeten. Ebbe van beleágyazva, a föld történetben van ágyazva az egész bemutató, és ezen keresztül haladunk, hogy a Kárpát-medencében, illetve
amíg után kialakult a Kárpát-medence, ezt nagyon kevesen tudják, hogy találunk valamit itt Magyarországon vagy a Kárpát-medencében, az nem feltétlenül itt ezen a helyen képződött, hanem máshol jóval korábban, hiszen maga ez a medence, ahol most élünk, ez igazándiból mindösszesen csak 10-15 millió éve létezik így, ahogyan van. Ugyanakkor vannak olyan leleteink, amik több százmillió évesek, tehát a kettőt nehéz összeegyeztetni, ezt nagyon nehéz felfognunk. Tehát a földtörténeti időn keresztül haladunk, és a tablók ezen keresztül vezet, tehát a földtörténeti időszakok, korokon keresztül mutatja be az élővilág fejlődését, tehát közben részben a környezetünk fejlődését is. A Janus Pannonius Múzeum és a PTE természettudományi kara ebben a közös kiállításban nem az egyes egyedek esetleges életét, kinézetét szerette volna rekonstruálni, hanem szimplán az ősmaradványok szépségére, érdekességeire felhívni a figyelmet és elkalauzolni ebben az érdekes tudományágban. Az ősmaradványoknak a együttesét szeretük volna bemutatni. Az ősmaradvány keresés az egy szenvedélyé válhat. Nagyon sok ősmaradvány vadász van Magyarországon. A régészeti leletektől eltérően az ősmaradványokat bárki begyűjtheti, és ha egyszer erre valaki rákap, akkor utána mit kell azzal, hogyan kell helyesen föltárni, hogyan kell azt rendszerezni, és akkor hogyan lehet utána nézni ennek, hogy milyen korból származik, milyen faj lehet az az ősmaradvány. A Kövekbe rejtett múlt című kiállítást még október 1-ig láthatjuk a Janus Pannonius Múzeum természettudományi osztályán. Lesznek a múzeumok éjszakáján, illetve egy-egy családi napon ilyen rendkívül tálatvezetés, ahol a ismerte paleontológusok közül kérünk fel tálatvezetőt, Ősi Attila, akinek most talán sokan neve ismerősen cseng, ő most a Villányi-hegységben kutat, és hát a dinoszaurusz feltárásairól híres, illetve hát az egyetemről kérünk meg kollégákat. A kolléganőm pedig kidolgozott egy múzeumpedagógiai programot, inkább foglalkozást, ami gyerekek, tehát különböző korosztályoknak szól, de reméljük, hogy a családoknak is megfelel. Rendezd át! Ezzel a címmel indított a Pécsi Playback Színház egy programot a Norvég Civil Alap támogatásával. Három iskolában tartottak pszichodráma foglalkozásokat, hogy a módszerrel a diákok aktivitását, felelősségérzetét, demokráciai érzékenységét segítsék, fejlesszék. A programot a Civil Közösségek Házában mutatták be. Lássuk! Fú, ez most lefog meg! Ez érzem lefog meg! Bemutom, ez az. Tudtam, hogy bemegy. Hát ez esküszöm. Hát ez olyan jó, hát tudtam. Nem is csodálkozom, mert tudtam, hogy be fog menni. Ezek a diákok épp Playback színházas tapasztalataikat mutatják be, tehát a közönség történeteit improvizációs drámajátékok segítségével dolgozzák fel. A Pécsi Playback Színház csapata az elmúlt egy évben foglalkozott a gyerekekkel a Rendezd át programban, de a történet régebbre nyúlik vissza. 2010 óta dolgozunk Gilvánfán, ez egy kis település Baranya megyébe, ahol elkezdtünk playbackelzni a gyerekekkel. Az volt a cél, hogy a gyerekek 7-től felfelé dolgoztunk velük, tovább tanuljanak, illetve akik tovább tanultak középiskolában maradjanak. És innen jött az ötlet, hogy jó lenne ezt több iskolába is megpróbálni meghonosítani. Ugye itt tanodai keretek között történt. Mivel a társulatunk egy része pedagógus, ezért pontosan érzékeljük azt, hogy az iskolával való kapcsolat, illetve az iskolában a helyük a gyerekeknek azért az átalakulóban van, és szerettünk volna az iskolába bevinni olyan programot, ami jól érezhetik magukat. És 2013-ban kezdtünk el pályázni, ahol az volt még az elképzelés, hogy egy adott osztályra dolgozni, plusz az ott tanító pedagógusokkal és az osztályba járó gyerekek szüleivel. Ez a pályázatunk nem sikerült, és akkor leszűkítettük, hogy akkor három helyszínen, három különböző osztállyal dolgozunk. A fő cél az volt az általános cél, demokráciára nevelni, a konkrét a fókusz pedig egyfajta roma integráció. És itt kezdtünk el három helyszínen dolgozni, Magyar Mecskén,
a 7. osztálya, Nagyharsányban szintén a 7. osztály, és a Pécsi I. és Gyula általános iskola pedig a 6. osztálya. A projekt 2015 áprilisában indult alapozó programokkal, majd konkrétan a Playback színházi foglalkozások ősszel kezdődtek. Két hetente jártak ezekbe az iskolákba, és tanították a gyerekeket playbackezni. Ami nagyon fontos, hogy először magukhoz tudjanak kapcsolódni, aztán egymáshoz, és utána már lehet történeteket mesélni, hangulatokat, érzéseket, és azon keresztül tudnak egymáshoz kapcsolódni, amikor ezeket lejátszák, visszajátszák. Mindenképpen az empátiát, a nyitottságot, az elfogadást szerettük volna erősíteni, illetve a demokráciára úgy hatva, közvetve, hogy ha fontos az, pontosan tudod, hogy mi történik benned, és ez számodra fontos és kifejezed, annak lesz eredménye, hatása. És tartottunk két egynapos workshopot, ahova pedig már a három osztály eljött, és együtt dolgoztunk vegyes csoportokba, ott már játszottak le egymásnak így a gyerekek. Tehát, hogy még egy picit az integrációt, az egymáshoz való kapcsolódást erősítettük. Több egyéb kísérő program után a civil közösségek házában lezárták a programot, ahol a bemutatók mellett a szakmabeliekkel is megosztották tapasztalataikat. Most az a tapasztalatunk, hogy jó volt ez az egy év, de mindenképpen jó lenne még egy, de még inkább két évig folytatni. Keressük ezeket a lehetőségeket. Amennyiben ez célunk, hogy a pedagógusok vigyék tovább, ők is pára részt vettek az osztályokkal való munkában. Ők csinálhatják ezt így szakkörfolyam, és akkor mi így a Playback Színházban lévő tagok pedig így mentorálnánk őket. A tapasztalat az, hogy szociálisan jobban tudnak egymáshoz kapcsolódni, jobban kifejezik, és volt, aki megtalálta magát, hogy ő szeret playbackezni, volt, aki így a zenével, volt, aki például játékmesteri szerepbe így beletanult, mindenképpen így a közösség erősítő hatása, mert a te történet, ez az én történetem is, az mindenképpen segítette így az együttműködést, a közreműködést. Az, hogy hosszú távon ez a demokráciára milyen hatása, én bizakodó vagyok. Tehát voltak megnézni így a pályáztatótól, és mondták így 30-40 közötti hölgyek, hogy hát ők sajnálják, hogy az ő idejükben nem volt, hogy én is ezt tudom mondani, hogy sajnálom, hogy az én időmben ez nem volt. Ahogy Bognár Csaba említette, az egy év nem bizonyult elégnek, hogy elmélyítsék a Playback Színház módszereit, de mindenképpen szeretnék valamilyen formában tovább vinni a programot. Mindenképpen szeretnénk azt, hogy egy pár olyan eszközt, amivel a Playback Színház, a Drámapodéga rendelkezik, ezt megmutatni. Tehát szeretnénk egy ilyen kis módszertani műhelyt csinálni, amiben fogadnánk iskolákban pedagógusokat, tehát így módon is, illetve azzal is, hogy ahol eddig dolgoztunk és kialakult egy jó kapcsolat, pályáztunk közösen például a múzeummal, ahol tényleg egy múzeumpedagógiai foglalkozások keretében remélhetőleg tudjuk folytatni, és keressük a lehetőséget, hogy már meglévő osztályokkal tudjuk továbbvinni a munkát, illetve újakat bevonjuk. A mi kapacitásunk is véges, de a Playback Színház is toboroz, tehát szeretnénk majd, hogyha új tagok jönnének is, bővülne a társulat, és akkor az ilyen munkákra egyfajta ilyen pszichoedukáció, a pszichokultúra egy terjesztés, az mindenképpen ott vannak a céljaink között. Gasztronómiai ajánlóval kezdtük, és most azzal is zárjuk a mai fámát. Nemrég nyitotta meg grill teraszát a Maláta bár, ahová szintén kilátogattunk. Májusában nyitotta meg hivatalosan is a kapuit a megújult Maláta bár. Elsősorban a letisztult minimál dizájn az, amit hangsúlyozni szerettünk volna, hogy az egyetemistáknak így a több egyetemistát tudjunk elérni ezáltal.
szerettük volna kitágítani ezt a részt is, és szeretnénk más korosztályoknak is a kertbe járni, ezért volt az, hogy egy kicsit kinyitottuk ezt a terasz részt, ezáltal teszteltük azt, hogy milyen a vendégeknek a hozzáállása ehhez, és maximálisan pozitívan álltak hozzá, ezért idénszül meg már élesbe teljes grill teraszként fog működni ez a hely. Az elsődleges profil az mindenképp a gasztroélmény, tehát az, hogy egy olyan gasztronómia élményt tudjuk nyújtani a vendégeinknek és az érdeklődőknek, amit mondjuk esetleg nem tudnak akárhol, ezért nagyon mediterrán környezetbe fekszik ez a hely, és azáltal, hogy például olyan ételek vannak, amiket nem lehet máshol ilyen módon elfogyasztani, hanem akár egy ilyen teljesen letisztult dizájnú és egyszerű környezetben, és egy féláras hétvégével szeretnénk várni az érdeklődőket, minden az étlapon felelhető grill ételünket az féláron tudják megvásárolni. A vendégeink visszajelzései alapján szoktuk alakítani az étlapunkat. Az étteremnek fő profilja az, hogy mindig odafigyelnek a vevőkre, a vendégeinkre, tehát tudjuk mérni azt közben is, hogy mi az, ami régény van. Ha keresik azt, például, hogy egy halál ételt keres egy vendégünk, akkor mi azt bele tudjuk illeszteni a profilunkba egy határozott időn belül, hogy jövő hónaptól kezdve halál étellel is tudunk szolgálni. Ugye itt van mellettünk a sörgyár, amit ott előállítanak a söröket, azt itt be lehet szerezni, meg lehet kóstolni, vannak külön sörkóstolók szervezve, amikor egy kisebb társaság azt mondja, ők szeretnének olyan söröket megkóstolni, amiket itt a sörgyárban is előállítanak, akkor szoktunk nekik is szervezni egy finom sörkóstolót. Ez a főbb, ami a sör kategóriába esik. A módunk is ez, hogy majdnem belváros, kicsit meccsek, nagyon pécsi. Szoktak megnyitók lenni. Kortárs művészeknek a kiállításait is meg lehet itt tekinteni. Zenés-táncos rendezvények szoktak hétvégente itt lenni. Ezen felül pedig amire igény van. Erről szólt ma a Fáma. Várjuk Önöket a jövő héten is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra.